Jó napot! Jó kalandot, Ulrike! Íme, kedves nézőink, Böldi Imre súlyemelő világcsúcs tartunk, akire valóban illik a mondás. Kicsi a bors, de erős. Szervusz, Imre! Visszavittem a többiek közé. Hadd erősödjön! Súlyemelő edzés. Napi összteljesítményük talán egy óriás darujéval is felé. Az 58 kg testsúlyú Földi Imre könnyedén ugrál a 130 kilós Ecser Károllyal. Földi Imre persze igazi humanista. Neki súlyzó helyett is a legmagasabbra emelt érték az ember. Földi Imre 10 év alatt 16,5 kilót javított a világcsúcson. Fogás közül a nyomásban senki sem tudja legyőzni a világon. Ő a magyar súlyemelés tranzisztoros kis ezüst klasszisa. A legnagyobb versenyekről is hazahozza az ezüstérmet, mert bizony sokszor nem sikerült. Nagyon sokszor voltam ezüstérmes, azt hiszem 7-szer világbajnokságon, és általában testsúly különbség, vagy pedig len 2,5 kiló mínuszba maradtam le a dobogó legmagasabb fokáról. Rengeteg fogyasztás is közbeszólt, mert hát a szervezetből rengeteg energia vesz el, amikor az ember lead 5-6 kilót. El nem tudom képzelni, hogy időnként nem kívántad a fenébe, a pokolba ezt az egész súlyemelést, amikor ott a gőzben izzadtál. Hát, meg kellett mutatnom, hogy én vagyok a legjobb, ez hajtott mindig. Nagyon sokat nyomtam edzésen, nyomás az minden nap szerepelt. Még a kiegészítő számként is. Az utolsó hazai verseny a magyar bajnokság volt. Már az első fogás, nem a nyomás, világra szóló eredményt hozott. Földi Imre 122,5 kilogrammot ért el. Utánméréskor testsúlya is megfelelt súlycsoportjának, a súly pedig még 1 kilogrammal több is, 123,5 kilogramm volt. Ez ebben a súlycsoportban új világcsúcs. Éjjel, amikor alszom, még jóformán a fáradtságra felébredek, de azért sem hagyom abba, mert másnap, mikor lejövök edzésre, akkor valahogy felfrissít egy-egy edzés. A magyar Földi Imre 335 kg-os összteljesítménnyel új országos csúcsot állított fel a moszkvai nagy nemzetközi súlyemelő versenyen. Tudom azt, hogy óriási munka kell ahhoz, hogy tudjam hozni a formát, mert ha valaki elér mondjuk egy összetett világcsúcsot, akkor az nem elég, hogy én most ezt megcsináltam, hanem tovább kell gyötörni, hajtani, edzeni, rengeteget, 8-10 tonnát naponta, és tudom azt, hogy ha nem csinálom, akkor leesik az eredmény, aztán meg nehéz lesz feltornázni megint magamat. Nem volt félő annak idején, hogy már kezdesz kicsúszni az időből, hogy ez a müncheni már nem a te versenyed, sokkal inkább a tokiói és a mexikói volt az? Nem tartottál ettől? Nem, mert az eredményeim igazolták a közbelső években, világversenyeken. Olyan nagyok voltak az eredményeim, hogy abszolút nem féltem a müncheni olimpiától, hiszen 34 éves koromban voltam a csúcson, és a legerősebb akkor az ember. Úgy felkényszerítettem a versenyzőket a lökésbe, hogy már azt nem tudták behozni. Tudnélik, ez az eredmény, amit ott elértem, a 377,5 kilós összetett világcsúcs, ennél még több is volt bennem, csak a versenyben ennyi jött ki. Így taktikáztuk ki a versenyt. A biztos győzelemre kellett mennem, tehát nem volt szabad ugrálnom a nagyobb súlyramenésnél, hanem fokozatosan oda kellett figyelnem és tüzetesen végig küzdeni a versenyt. Földi Imre, a veterán tatabányai súlyemelő végre Münchenben célba ért. 1972-ben világcsúccsal verte korábbi legyőzőit. A nagy diadalt különösen emlékezetessé tette számára
hogy dr. Csanádi Árpád, a sajnálatosan korán elhunyt kiváló magyar sportvezető, a NOB akkori magyar tagja adta át az olimpiai aranyérmet. A súlyemelő sportág azért is szép, mert óriási akaraterőre nevel, lelkileg, fizikailag, és az eredmények növelésére természetesen, hogy én akarok lenni a legjobb, a legerősebb, amikor elérem azt a szintet, hogy például a magyar színeket képviselem, vagy például egy olimpiai bajnokságon, akkor küzdök, a legnagyobb terhet én uralom, és én teszem ki a fejem fölé legelőször a világon. Egy különleges világcsúcs tartója Földi Imre, aki most következik, 5 olimpián vett részt, olimpiai és világbajnok, világcsúcs tartó. Földi Imre!